Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket, Fókusz című műsorunkat látják, és ma este egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amely az egész város, sőt úgy gondolom az egész térség számára nagyon fontos, méghozzá az állategészségügy kapcsán a Makói Gyepmesteri Telep fejlesztése lesz a mai teríték. A téma megbeszélésében két segítséget is hívtunk a mai estére, dr. Kocsubé Sándor járási főhallgatóorvost, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valamint Mucsi Attilát, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, szervusz, jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és kezdjük ezt a beszélgetést talán az elejéről, onnan, hogy miért fontos a gyepmesteri telepeknek a léte, akár állategészségügyi szempontból, akár a lakosság szempontjából. Hát a törvény rendelkezés folytán egyáltalán az önkormányzatoknak kötelességük a működési területükön fölelhető elkoborult ebek biztonságos befogása és ezeknek a megfigyelésének, a feltételének a biztosítása. E célból üzemel már Makón évek óta a gyepmesteri telep, ami hát elég szerény volt, számos kívánalmat hagyott maga után, és a kommunális KHT ezelőtt egy 3 évvel megpróbálta anyagi forrásokat keresni, sikerrel jártak. Egy szerb-magyar koprodukciós pályázat keretében sikerült fejleszteni, és most második ütemben pedig gyakorlatilag befejeződött ez a fejlesztés. Ez részben a tartási körülményeknek a javításával járt, részben pedig a férőhely bővítésével is járt. De egy ilyen gyepmesteri telepnek a megléte, az több szempontból is lehet fontos. Egyrészt ugye állati tetemeknek a biztonságos kezelése, kóborkutyáknak a befogása és tartása és megfigyelése, amelyek ugye a lakosságot veszélyeztetik, hiszen nem tudhatjuk, hogy bármilyen betegséget, feszettséget hordoz-e, de ha nem, akkor is hát harapás veszélyes egy kóborkutya. Elkóborolt állatoknak a befogása is megtörténhet, ami visszakerülhet a gazdáihoz. Tehát azért több ága is van egy ilyen intézménynek. Igen, több ága van, ráadásul ez a telep gyepmesteri telep, tehát ebrendészeti telep és egyben állati eredetű hulladékgyűjtő telepként is üzemel. Ez a két dolog egymástól elvárik bele, bár egy helyt történik mindez a tevékenység. A megfigyelési lehetőségeket azért kell biztosítani, mert akár a kóborkutya még elkóborolt gazdátlan vagy véletlenül gazdátlan kutyát valahol el kell helyezni, erre szolgál egy gyepmesteri telep, és segíti azt is, hogy amennyiben az illető, a tulajdonos keresni a kutyáját, akkor tudja, hogy hol kell keresni, ha már elkóborolt a kutyája, amennyiben pedig ismeretlen a kutya, akkor ezeknek a biztonságos megfigyelését ezen a telepen tudjuk biztosítani, amíg 14 napig tart. Ez pontosan azért tart 14 napig, sokan megkérdezik, hogy miért pont 14 nap. Hát azért 14 nap, mert ha ez a kutyus a befogása előtt, aminek nem tudjuk az előzményét, hogy milyen életet élt, merre járt, sérült-e valaki, megharapott-e valaki, befertőzhette nyálával, váladékával az embereket, akkor a beteg, ha ez a kutya abban a pillanatban ez veszettség vírusát hordozta, és fertőzhetett, feltételezve persze, akkor 14 napon belül ennek az ebnek el kell, hogy pusztuljon a veszettség tünetei között, ha pedig elpusztult, intézeti vizsgálatán meg tudjuk állapítani a veszettségét, és akkor tovább folytatható a nyomozás. Tehát a 14 napos megfigyelésre ezért van idő. Amennyiben a 14 nap letelte után a kutyája nem jelentkezik a gazdája, akkor sajnos amennyiben nem sikerül más megoldást találni, ezt véglegesen el kell altatni a kutyát, hisz a gyepmesteri telepen élete végéig nem tartható, hisz ez nem menhely, ez egy ebrendészeti telep, aminek ezek a feladatai. Igazgató úr, emlékeim szerint sok évvel ezelőtt is már a kommunális, akkor még KHT volt, azt később lett non-profit KFT-hez tartozott a gyepmesteri telep működtetése, és korábbi vezetők alatt nagyon sok panasz volt ennek a telepnek az állagára, a működési rendszerére, egyáltalán minőségére, és néhány évvel ezelőtt azért egy, hogy mondjam, látványos javulás kezdődött meg. Ennek volt az első nagy lépése talán, amit említett itt Kocsubé úr, hogy 22 millió forintot sikerült már rákölteni a telepre. Én itt nézem, hogy akkor keneleket korszerűsítettek, rozsdamentes konténerek lettek beszerezve, a főépület is megújult, hídmérleg és feltétlenítő berendezés is pályázati úton beszerzésre került. Ez már egy érezhető javulást eredményezett. Lehetett is volna, hogy nagyobb a megelégedettség a köznek is emiatt.
És ezután jött még egy lépés, folytatódott ez a bizonyos szerb-magyar pályázat. Miért gondoltad te, vagy az elődeid miért gondolták azt, hogy további lépéseket kell tenni? További lépések azért voltak szükségesek, pont amit az előbb elhangzott, hogy ugye válasszuk külön azt, hogy állati eredetű hulladék, vagy pedig a befogott ebekről van szó. Muszáj volt ezt fizikailag és kerítéssel is külön választani, illetve a pluszkenelek azért is voltak szükségesek, amit még most építettünk, hogy ne azon a területen legyenek, amit most már kijelölve csak állati eredetű hulladék található, hanem teljesen legyen ez külön választva. Fertőzés veszély miatt is, meg minden más okból ez így van rendjén, hogy az külön legyen. Illetve tetőjavítás történt még a régi pályázat esetében. Az egy nagyon fontos dolog volt például, hogy ott nálzanak azok a dolgok, amiknek nem kell. Legyen rendesen megcsinálva a fal, legyen szigetelés, legyen kerítése rendesen ennek a telepnek. És most a következő pályázat viszont azért volt szükséges, hogy tényleg egy európai színvonalú gyeptér legyen itt a makói és környéki lakosságnak, ami méltó arra, hogy tényleg lehessen használni. Most ugye utat kellett csinálni, betonoztunk egy 300 méternyi utat, azért, hogy... Erre sok panasz volt korábban, hogy nehéz megközelíteni a telepet, így főleg olyan időjárások, amikor sár van. Hát amikor sár volt, akkor a gyepmester a traktorral húzgálta ki az elakadt ügyfeleket. Nyilván ezért kellett egy betonozott út. Tehát sok olyan apróság még hátra volt, ami miatt most már azt mondhatjuk, hogy ez a gyeptér, ez most már egy jó gyeptér. Mennyi pénzt sikerült szerezni erre a mostani? Ez a mostani kör, ez nettó 40 millió forint. 40 millió forint, és ennek úgy tudom, hogy mivel uniós pályázat, ilyenkor általában egy nagyon minimális önerőt kell hozzá. Igen, az önerő az ilyen 5%-os önerő volt. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen azt mondjuk az, hogy szinte ingyen van így, ugye rengeteg munka van vele, de a forrásokat biztosítja az unió, és ugye Szerbiában van egy tükörprojekt ennek, vagy valami hasonló megoldás. Mi készült el ebből a rengeteg pénzből? Ugye az utat már említettük, hogy ez milyen hosszúságú, milyen minőségű, hogyan lehet majd használni. Kicsit puskázok, jó? Mert hoztam azért egy ilyen táblázatot magammal. Tehát ugye az építésekre költöttünk jelentős összeget, a kerítés építésére, az útépítésre, kutyakeneleknek az építésére. Itt a kutyakeneleket úgy kell elképzelni, hogy nem csak simán egy rácsos kenel van, hanem van külön kutyaház is, hogy ők a széltől meg a hidegtől védve legyenek. Akkor a hulladéktárolót kellett felújítani, hogy az is ugye normálisan ott el lehessen tárolni ezeket a fém konténereket. Közműveket kellett fejleszteni. Az egyik fő probléma például az volt, hogy a furt kútból jön ott a víz, ami nagyon vasas és mangános, és egy víztisztító berendezés is beépítésre kerül. Illetve szállítógépjármű került beszerzésre, számítógép meg csipleolvasó, egy elektromos csörlő, elektromos emelő külön, ugye ez mind arra szolgál, hogy a elhullott állati tetemeket, azokat lehessen könnyedén mozgatni, és az összes többi az mind az ilyen velejárója a projekteknek, tehát ugye a kampány, a média dolog, ugye lesz egy zárórendezvény, kétnapos zárórendezvény, körülbelül így áll össze. És hogyan áll a projekt? Ugye a befejezési határidő az december 31-e, az azt jelenti, hogy mindennek el kell addigra készülnie. Így van. Ami még hátra van, az a víztisztító berendezésnek az üzemhelyezése, illetve még ma reggel, amikor kint voltam, akkor még a keneleket festették, de ez december 31-ig be fog fejeződni, úgyhogy szerintem jól állunk, határidőre készen leszünk. Főállatoros úr, ugye Önök és a kormányhivatal, Csongrád-megyei kormányhivatal tulajdonképpen felügyeleti szerve ezeknek a gyepmesteri telepeknek, így a Makóinak, a Makójárási Hivatalnak az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatala. Milyen szempontok szerint ellenőrzik ezeket a gyepmesteri telepeket, mire figyelnek oda különösen, mennyire hatósági szerepet játszanak, vagy mennyire próbálják segíteni és közösen dolgozni? Tehát, ahogy említette, a hivatalunk a hatósági felügyeletet gyakorolja a gyepmesteri terep felett. Elsősorban az elhelyezés körülményeit vizsgáljuk. Tehát ez a mostani projekt, ez pontosan ezt szolgálta, hogy lényegesen viselhető körülmények között legyenek tartva az állatok. Másodszor figyelnünk kell az adminisztrációt. Tudnék, amellett, hogy a kutyást befogják, beviszik, elhelyezik, gondoskodnak róla, egy pontos kimutatást kell vezetni arról, hogy hol fogták be, mikor fogták be, véletlenül milyen fajtájú állatot fogtak be.
az behelyezés napját, a megfigyelés kezdetét, a megfigyelés eredményét és a kutya későbbi sorsát. Nem meg kell említenem, hogy jelenleg ott tartunk, hogy az elmúlt évekhez képest minimális az elaltatott, illetve a telepen betegség miatt elhullott állatoknak a száma. Köszönhető annak, hogy a kommunális KHT az állatvédő szervezetekkel kapcsolatban sikerült sok állatnak sikerült gazdát találni. Ez is természetesen adminisztrálva van pontosan, nem csak az, hogy elvitték, és ezzel pont X, mondjuk december 3-án, hanem egy örökbefogadó nyilatkozatot is ki kell állítani. Ennek a feladata az, hogy követni tudjuk az állat sorsát. Tehát ne csak az, hogy kikerült, és ezzel le van tudva a gondokra, hanem felelős személyekhez kerüljön, magyarul még egyszer ne találjuk megint újra az utcán meg. Az evet egyébként a telepről úgy lehet elvinni, kiadni, akár örökbe fogadni, akár visszadni a tulajdonosának, hogy érvényes vakcinázással kell rendelkezni, amennyiben ezt nem tudjuk az előéletét és az illető tulajdonos nem tudja igazolni, hogy az állata előírásnak megfelelően ebben az évben, vagy egy éven belül veszettség ellen volt vakcinázva, akkor vakcinázásnak kell végre megtörténnie, és ha nincs benne mikrocsip, ami egyébként 2013. január 1-e óta minden 4 hónaposnál idősebb ebbnek rendelkeznie kell ezzel a transponderrel, hétköznapi nyelven mikrocsippel, akkor a csipbehelyezés is megtörténik, amit arra kijelölt engedélyen rendelkező állatorvos végezhet. Tehát az adminisztráció elég alapos, és ezt ellenőrzik rendszeresen. Egyébként a csip, nem tudom, tudják-e, kedves tévénézők, hogy amit behelyeznek a kutyába, az állatorvos, akinek a jogosítványa megvan a csip beültetésére, behelyezésére, kötelessége is van, tehát föl kell vinni egy PetVet Data nevezetű adatbázisba, amelyik egy országos adatbázis, ahol a megjelölt kutyák visszakereshetők. Tehát az állattartó is megbizonyosodhat arról, hogy a kutyája meg lett jelölve. Tehát a könyvébe, az egészségügyi könyvébe bele van ragasztva a mikrocsipnek a száma. Ez egy nagyon aranyos szám, mert 15 jegyű, tehát úgy lehet nézegetni, böngyörgetni a számokat, de ha ez beüti ezen a PetVet Datán, akkor megnézheti, hogy a saját kutyája regisztrálva van-e. De ez is egy nagyon pozitív lépésnek tűnik, hogy ebben a pályázatban, ugye említette te is, hogy csipolvasó is van, tehát gondolom már pont ezekre az új technikákra, ami igaz, hogy még csak ebben az évben vette kezdetét, hogy kötelezővé vált, de már akkor a makújtelepre fel van készülve, hogy befogott kutyákat, kiadandó kutyákat lehet majd ellenőrizni. Így van, meg tudjuk nézni egyből, hogy az regisztrált kutya, vagy sem. És hát ebbe az adatbázisból azért nyilván kiderül egy csomó olyan információ, amire szükség lehet, hogyha mondjuk egy elkóborolt kutyát befogunk. Akkor rögtön lehet tudni, hogy ki a tulajdonosa például. Említett te itt állatorvos úr, hogy az állatvédőkkel is egyre jobb a kapcsolatotok. Ennek én is örülök, mert én azt gondolom, hogy akkor mindenki rájött arra, hogy a cél az tulajdonképpen közös. Így van, közös a cél. Nem az a cél, hogy a kutyákat elaltassuk, az a cél, hogy azok esetleg új gazdira lelve, új otthon találva továbbra is házi állatok lehessenek. Ez elég sikeres ez az együttműködés, nem csak egy állatvédő szervezettel vagyunk kapcsolatban, hanem most már egyre többel, és ők nagyon sokat segítenek nekünk, tehát köszönjük nekik ezt, mert ők nagyon nagy erőket fordítanak arra, hogy ezek a gazdik új, vagy ezek a kutyák új gazdikra leljenek. Weblapon hirdetjük a kutyákat, illetve ők is. Facebookon folyamatosan mennek a fotók, hogy keressük a gazdit. Van nekünk egy saját weblapunk, ez a gazditakarok.hu. Arra szoktuk feltölteni mindig a kutyáknak a képét, a nevét, vélhető fajtáját, vélhető életkorát. És nagyon-nagyon sikeresek vagyunk ezzel a törekvéssel. Idén szinte nem volt olyan kutya, aki ne lett volna gazdára. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó irányba haladunk ebben. Ugye a pályázatnak köszönhetően ugye a cél is az volt, meg azt is látjuk, meg láthatják a makújak is, hogy tulajdonképpen európai színvonalúvá vált ez a makúi gyepmesteri telep, de ahhoz, hogy a színvonal ilyen minőségű legyen, ahhoz ugye nem elég maga az infrastruktúra. Tehát most már ez adott. Személyi állományban hogyan álltok, hány ember dolgozik, hány ember foglalkozik ezekkel a problémákkal? Hát konkrétan két ember foglalkozik a problémákkal, van egy gyepmester és van egy segítője. A gyepmesterünk nagyon ért az állatokhoz, úgyhogy ezért is lehet az, hogy ilyen sikeresek vagyunk, mert ő bizony a legvadabb kutyával is csak oda megy hozzá, oda nyújtja egy picit a kezét, és már tudja őket simogatni, tehát elképesztő, hogy mennyire ért a nyelvükön.
Egyelőre ennyien vagyunk, de én azt látom, hogy ennél több egyelőre nem is kell. Jól működik szerintem. Nyilván ez egy olyan kérdés egyébként, ami mindig ugye vitát szíthat, hogy na most akkor, hogyha az ember lát egy kóbor kutyát az utcán, már azon nyomban mondhatja, hogy nem jól működik ez az egész, mert hát mégiscsak itt egy kóbor kutya, de hát nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet. Hát meg ugye arra kell gondolni, hogy a kóbor kutya nem magától kerül általában az utcán, annak volt egy gazdája, akit vagy nem volt gondos gazda, nem vigyázott rá, vagy pedig hogy a személyiségével lehet valami gond, hogyha utcára tesz egy olyan valakit, aki eddig családtag volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a gyepmesteri telepnek a hibája lenne, hogy a kóbor kutya van az utcán. Így van. Pontosan ezt szeretném kérni a nézőktől, hogy akinek van saját kutyája, akkor az lássa el nyakörvel, lássa el bilétával, hogy igen, ez az állat oltva van, legyen rajta a neve, esetleg legyen rajta a gazdának a neve, vagy a telefonszáma. Ugye sokkal könnyebb a dolgunk úgy, hogy egy olyan kutyát látunk, akin van nyakörv, és mondjuk rajta van a gazdának a telefonszám, akkor egyből tudjuk értesíteni, nem pedig egyből azt feltételezzük, hogy bizony ez a kutya már csatangol, és akkor nem hiányzik senkinek. Tehát először is ezt szeretnénk kérni, hogy vigyázzanak a kutyákra, illetve lássák el őket olyan jelzésekkel, hogy az megkönnyítse nekünk az azonosítást. Beszéljünk egy picit még akkor a működésről, válaszok is szét, akkor kezdjük először az állati tetemeknek, vagy az állat egészségügyi szempontból veszélyes hulladékoknak az elhelyezésével. Én arra emlékszem, hogy korábbi években volt ebből gond, hogy illegális lerakóként használták a gyepmesteri telepet. Gondolom ez az új kerítésrendszerek a kialakítása például ezt is megpróbálja megakadályozni. Milyen módon lehet állati tetemet elhelyezni? Kell-e érte fizetni? Van-e súly vagy mennyiségi korlát? Hogyan működik a telep? Ez úgy működik, hogy makói lakosoknak egy évben egyszer egy állati tetemet ingyenesen el lehet helyezni. Ez lehet állati tetem, vagy állati eredeti hulladék is. A disznóvágásból mondjuk kimaradt olyan hulladék, azt is oda el lehet vinni. A lényeg az, hogy ez 15 kg-ig, illetve egy darab állatig, ez ingyenes, ez önkormányzati döntés. Ezt ingyenesen átvesszük. És ezt utána a következő... Az azt jelenti, hogy egy 20 kilós állat, vagy 30 kilós állat, azaz egy darabban számít, vagy az már 15 kiló fölött van? A 15 kiló fölötti nyilván az már fizetős lenne, de ez úgy lett meghatározva, hogy egy darabig, és akkor utána általában ezzel azért elnézőek vagyunk. Tehát nem szoktuk azt nézni, nyilván, hogyha valaki mondjuk egy elhullott lovat fog odahozni, azért az már nem egy ilyen egyszerű eset. De ennek a metódusa, tehát hogyha valakinek ne adj Isten elpusztul a kutyája, igen, akkor az hogyan juttatja el? Kell-e beszélni valakivel, kell-e papírt kitölteni, hogyan zajlik maga ez? Van egy nyitvatartási idő, és akkor a nyitvatartási időbe kell jönni, akkor kihozza, és akkor nyilván van egy kis papírmunka, de ott el tudja helyezni ingyenesen az elhullott állatot. Ez a makójaknak szól, vagy a makói térsége is ebbe beletartozik ebbe a körbe? Mert én úgy tudom, hogy vannak olyan települések, ahol nincsen állati hulladéklerakó például. Jelen pillanatban ez a makójaknak szól. Terve van, vagy folyamatban egy olyan szerződés, hogy a kiszombori lakosok is fogják tudni hozni hozzánk, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a makói lakosok. Ez a szerződés ez éppen aláírásra vár, és amint készen van, akkor a kiszomborik is tudnak hozzánk jönni. Annyi ugye van, hogy az, hogy ki kell jönni a telepünkre, ez az üzemanyagköltség vagy fuvarköltség, ez nyilván mindig a gazdát terheli, de egyébként ők is jöhetnek hozzánk, és ők is elhelyezhetik. Viszont ha már a költség szóba került, tehát ugye a KFT-t is terheli költség, mert ezeknek az állati tetemeknek vagy hulladékoknak a biztonságos és hogy mondjam, az egészséget továbbiakban nem károsító megsemmisítése, ugye az se ingyen történik, és azt ugye nem ti végzitek már el. Vagy... Igen, a megsemmisítés az a TEV-nak a feladata. Ő rendelkezik ehhez megfelelő speciális engedélye rendelkező szállítójárművekkel, amelyek a szerződésnek megfelelő ütemben lejárják a hulladékgyűjtő telepeket, többek között a makói hulladékgyűjtő telepet is. Visszatérve még az előző kérdésre, hogy kik helyezhetnek el, tehát a makói állateredeti hulladékgyűjtő telepre nagyüzemű méretű állattartó telepek, húsüzemek nem helyezhetnek el hulladékot. Nekik a törvény a kötelességük, hogy az ATEV-val a saját különbejárati szerződéseket megkössék, és az ő telephelyükön gyűjtik a megsemmisítés, illetve elszállításig ezt a veszélyes hulladékot. Ez az ő kötelességük. Tehát ez kimondottan a lakosoknak, a kistermelők, kisállattartóknak, a mezőgazdasági kistermelők, élelmiszer előállítókra vonatkozik, és természetesen elhelyezhetők így a kettelésből tartott állatok is. Annyi könnyítés van, hogy
ilyen kis kettfelésbe tartott állat, tehát egy ilyen kis törpe kutyus egyében elásható a kertben, és ha valaki ragaszkodik hozzá, természetesen nem, hogy ilyen mély vízárásos területeken, de erre engedély van. A kivitt hulladékra egyébként átvételi jeggyel rendelkeznek, tehát adminisztrál van, többek között ezt szolgálta ez a mázsa mérleg beépítése is, mert ameddig sacidmetriával ment, addig lehetett vitatkozni rajta, hogy mennyi az annyi. Tehát most dokumentálható, hogy kitől vették át a hulladékot, mennyit vettek át, és amennyiben ez már fizetős kategóriába történt, természetesen számla ellenében megkapják az ellenértéket. A biztonságos gyűjtés az annyi, hogy tehát meglétesült a kerítés, nem lehet csak úgy boldog-boldogtalan, nem járhat ki be. Van egy nyitvatartási idő, amelyik föl van tüntetve, és a terep biztonságát még az előző projekt keretében megvalósított kamerarendszer is biztosítja, amelyik rögzíti az esetleges nem kívánatos látogatókat. Tehát ez mind tulajdonképpen a biztonságos hulladék megsemmisítést szolgálta. Na hát akkor ez az egyik ága a ellátandó feladatoknak. A másik ugye a befogott állatoknak, ahogy már itt hallottuk, 14 napon keresztüli tartása. Ez megint csak költséget jelent a kommunális KFT-nek. Ugye ezekre a jószágokra vigyázni kell, etetni kell őket, itatni kell őket, tehát azért hogyan zajlik ez a folyamat, ez a 14 nap? Hát úgy zajlik, hogy igen, mi etetjük őket, mi itatjuk őket, mi figyelünk rájuk, és nyilván az állatorvosnak a segítségét kérjük abban, hogy akkor a megfigyelésben is nyilván részt vesz, tehát ránéz az állatokra, aztán dokumentálja is, hogy igen, ez az állat rendben van, vagy esetleg betegséggyanús. Sajnos valóban ez egy nagy költség, és sokat kell költsünk ilyen élelmiszer, vagy ilyen eledelre, állateledelre, valóban megterhelő. De én azt hallottam, hogy pont ennek a korábban már szóba került jó együttműködésnek az állatvédőkkel, ez az idő, ami tehát, hogy 14 nap után kellene elaltatni ezeket a jószágokat, ez most már itt Makón is jóval kitolódik, mert az állatvédő egyesületek felajánlották, hogy ők élelmezik és gondozzák ezeket a kutyákat, hogyha esetleg van esély arra, hogy gazdát találjanak nekik a 14 nap után is. Így van, ez igen, tehát ahogy már te is említetted, ez nem menhely, tehát nem arra szolgál, hogy a kutyákat itt tartsuk, és akkor egészen addig, amíg nem lennek gazdára, akkor addig ők el lesznek tartva, meg etetve, itatva lesznek. Viszont, hogyha 14 nap elteltével ezek a szervezetek azt mondják, hogy igen, ők még vállalják, és etetik őket, akkor nyilván az állat nem kerül elaltatásra, hanem akkor még ott maradnak, feltéve, hogyha mondjuk van hely. Tehát, hogy mondjuk tele van az egész telep, és most már a befogott kutyát nem tudnánk hova tenni, akkor ugye gondban lennénk. Viszont ezzel szemben ezek a szervezetek nem arra törekednek, hogy ők etessék, ők se az állatot nálunk, meg az ellátására gondoskodjanak, hanem ők arra törekednek, hogy gazdára legyenek a kutyák. Úgyhogy igazából ilyen hosszú tartás, meg etetés nálunk nem szokott előfordulni. A 14 nap alatt ezek a szervezetek annyira jól működőek, hogy szoktak gazdát találni a kutyának. Sőt, nagyon sok esetben ugye az fordul elő, hogy már alig várják, hogy letelje már az a 14 nap, és ugye hadd vihessék el a kutyákat. Igen, ugye korábban nem lehet elvinni, csak korábban nem lehet elvinni, úgyhogy néha megy az, hogy na mikor telik már le, mikor lehet már vinni a kutyusokat. Hát van ez valóban ez az örömtelibb változat, amikor már van hely a kutyának, mire ez az idő letelik. Egyébként mekkora kapacitása van a telepnek, tehát egyszerre hány ebet tudtok tartani? Most 15 plusz kennel épült, és mivel ugye szét kellett választjuk a kettő részt, a régi részen lévőt azt nem fogjuk tudni használni, tehát az kiesik, összesen most 23 lesz az, ami használható. És erről lehet-e valamit tudni, hogy ezeknek a kihasználtsága ez milyen, vagy mennyire változik? Vannak-e időszakok, amikor vannak nagyon sok, amikor időszak. Kevesebb? Persze, vannak időszakok, meg nyilván mondjuk egy nyári időszak az egy kicsit másabb, mint mondjuk egy téli időszak, de jellemzően azért, tehát amikor én kim voltam, akkor volt, hogy 4 kutyus volt bent, volt, amikor 8, de az, hogy mondjuk végig sorba, tehát teljesen tele legyen, olyat én még nem tapasztaltam, de... Félhatóvos úr, mennyire jellemző Makóra például az, hogy bánnak a kutyákkal a gazdák, tehát ez az alacsony szám, ez jelentheti azt, hogy Makójak jó gazdáik a kutyáknak, vagy mitől függ ez, hogy hány kóborkutyát lehet befogni, vagy hány kóborkutyát látunk, mert ugye vidéki, mezőgazdasági városban lakunk, nagyon sok kertesházon, nagyon sok embernek van azért kutyája. Hát nem kirívósan, és hát nem makói probléma ez a kóbor, vagy elkóboroltabb szindróma, és sajnos országos gondot jelent, és nagyon sok településen küzdenek ennek a megoldásával.
amióta valamilyen talpra esett, tehát gyermester van, aki ugye elhangzott az előbb, hogy ügyesen be tudja fogni a kutyákat, azóta lényegesen kevesebb a kóborkutya, ettől függetlenül az még mindig sok van. Tehát ahogy hallottuk, hogy ha valaki lát egy kóborkutyát, akkor ott azt mondja, hogy nem dolgozik a gyepmester. Vannak gondatlan emberek, akik nem törődik vele. Tehát nincs tisztában azonnak a felelősségével, hogy az ebnek a biztonságos őrzéséről és nem csak az etetéséről kell gondoskodni, és nem az a lényeg, hogy ugasson jó hangosan a szomszéd bosszantására, hanem akinek a kutyája elkóborul és másnak kárt okoz, azzal a neki kártérítési felelősséggel tartozik, ezt kevesen gondolják. Tehát, hogyha az én kutyám mondjuk kiszabadul az udvarról, mert figyelmetlen vagyok, és összetően nehogy is egy autót, vagy egy erőt, és abba kár keletkezik, azért bizony az állattartó a felelős. Függetlenül attól, hogy még a kutyust is természetesen sajnáljuk, de a felelősség az ezzel is jár egy állattartással. Tehát nagyon sokan felelős állattartóként kellene, hogy éljenek. Kevés az, hogy szeretjük az állatot, ennek az egyéb igényeit is, és az őrzését is biztosítani kell, gondoskodni kell szó szerint róla. Csak a végezetül beszéljünk a harmadik ágról tulajdonképpen, vagy harmadik lehetőségről, ami már szóba került itt a mai adásban, de ezt is kétfele lehet bontani. Mi történik, vagy mi a teendő akkor, hogyha az én kutyám elszökik, elkóborol, befogják a gyepmesteri telepen, kiderül, hogy ott van, tehát mit kell akkor tenni, ha a gazda megy a kutyáért, vagy mit kell tenni akkor, hogyha én azt mondom, hogy szeretnék egy kutyust, és én ezek közül a szegény országok közül szeretnék választani, tehát hogyha valaki nem a saját kutyáját szeretné elvinni. Van-e különbség, kell-e papírokat vinni, igazolni, aláírni, hogyan működik a rendszer? Hát akkor vegyük az első lépést, hogyha valakinek elkóborol a kutyája, és úgy gondolja, hogy megpróbálja megkeríteni a kutyáját, többek között megjelenik a gyepmesteri telepen, és a kutya ténylegesen megismeri, és ő a dokumentumaival, tehát a kisállat egészségügyi könyvével tudja igazolni, hogy az ott jelenlévő élvez bizonyosan az övé, nem pedig csak éppen megtetszett neki. A könyvből kiderül, hogy ez az EB rendelkezik egy érvényes vakcinációval, ami Magyarországon évente egy alkalommal kötelező. Ez a veszettséggel oltás. Igen, az alapimmunitás követően. Tehát sokan nem tudják, hogy az ebeket életük során először 3 hónapos korukban, majd fél éves korukban és éves korukban kell vakcinázni veszettség ellen. Utána emlékeztető oltás évente egy alkalommal. Sokan hivatkoznak arra, hogy más országban, külföldön, itt-ott, amott ez nem így van. Lehetséges, hogy nem így van. Nálunk Magyarországon jelenleg az élő jogszabályi rendelkezés ez. Tehát igazolja az illető, hogy ez az ő kutyája volt, ha ez az EB rendelkezett érvényes veszettség elleni oltással, akkor a kutyát, ha is rendelkezik természetesen csippel az egyedi azonosítóval, és biztosítható otthon a további megfigyelésének a kutyának, hisz nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartózkodott a közterületen, történt ez idő alatt valami marás esetleg, és biztosítható otthon a megfigyelése, akkor egyrészt a férőhely kihasználásnak a nevelése érdekében, másrészt pedig a gazdaköltségének csökkentése érdekében engedélyadható arra, hogy a házánál megfigyeljük, amennyiben természetesen feltételek biztosíthatók. Nem kell feltételezni természetesen mindig, hogy gondatlanságból szökött ki a kutya, vagy szándékos gondatlanságból. Előfordul baleset is, hogy van, elszakítja, az blöki a láncot, ami éppen vagy a kapony nyitva marad és kiszalad. De akkor folytathatjuk otthon. Természetesen az addig tartási költségét fedezi az illető. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy szeretne egy kutyust, és úgy szeretné, hogy egy befogott, gazdátlan ebet szeretne hazavinni, akkor a megfigyelési idő, amit említettünk már többször, 14 nap letelte után, a vakcináció meglétét és a csipbehelyezés követően egy örökbefogadási nyilatkozat kitöltésével, amivel nyilatkozik arról, hogy ő ezt bizony Isten tartja és gondozza, és felelősséggel vállalja a kutyának a tartását, akkor elveheti az ebet. És ilyenkor ez költségmentes, gondolom. Természetesen költségbe kerül, mert a vakcináció és illetve a csipbehelyezésnek megvan egy alapköltsége. Amit egyébként Makon az állatosok a kamara által megállapított díjért végzik. Tehát, és erről természetesen igazolást mindent kapnak a tulajdonosok. Egy dologról beszéljünk, még azt olvasom itt az anyagomban, hogy kocsit is vásároltatok a pályázatból. Milyen típusú kocsi ez, mire lesz használva, hogyan kell elképzelni? Lesz-e valami megkülönböztető jelzés, látja, felismerik-e majd az emberek? Igen, lesz. Ez egy Volkswagen Amarok, ez egy platós ilyen terepjáró. Fel lesz matricázva is, rajta lesz a weblap is, a gazditakarok.hu. Csörlő lesz beleépítve majd, és akkor ez majd arra fog szolgálni, hogy megkönnyítse majd a gyepmesternek a munkáját.
A meglévő traktort meg a dobozt azt azért nyilván használni fogjuk ugyanúgy, mert szükség van arra is, hogyha állati eredetű tetemről van szó, akkor ugye azt egy elkülönített helyen kell, vagy másik járműben kell szállítani, nem lehet ugyanabban szállítani. Tehát ugyanúgy fogják látni a lakosok a régi traktort, és látni fogják az új autót is. Egyelőre ez van. Most még megérkezett az autó, bejáratos, és akkor, amikor már hadrafogható és készen van a projekt, el van számolva, akkor utána már lehet vele csatába indulni. Lesz-e rajta egy telefonszám, vagy közé van-e téve az a telefonszám, ahol ugye korábban az volt, hogy ha valaki lát egy kóborkutyát, akkor hívja a gyepmestert, és akkor... Természetesen lesz rajta telefonszám is. És akkor elérhető. Jó, és akkor tényleg a mai beszélgetésnek a záró kérdése egyrészt az üzemeltetőhöz, másrészt a felügyeletet gyakorló főállatorvoshoz, hogy a most lezáruló pályázattal, ugye, ahogy említettük, hogy most már azért európai szintű lesz az a gyepmesteri telep, üzemeltetőként mi az, amit majd a közeljövőben, a következő egy-két évben még azért kellene csinosítgatni rajta, még kellene beszerezni a jobb működéshez, vagy a felügyeletellátó mit gondol róla, hogy van-e még hiány valamiben? Kezdjük akkor veled először. Hát a fejlesztéssel szerintem nem szabad megállni, ugye, mert hogyha most abba hagynánk, és akkor eltelik 5 év, 10 év, akkor ugye szépen vissza süllyednénk egy másik színvonalra. A színvonalat szeretnénk fenntartani, és nyilván szeretnénk majd bővíteni is. A fűtésrendszer most egyelőre nem megoldott a telepen, azt is bővíteni kell, fejleszteni kell, illetve a falak állaga, a tetőszerkezet, erre folyamatosan oda kell figyelni, mert egy régi épületről van szó, és nyilván eszközökre is lesz még majd szükség eszközbeszerzésre. Most egyelőre szeretném, hogyha ez lezárulna és befejeznénk, utána pedig majd gondolkozunk a következő pályázaton. Főhatóvos úr, van-e még valami hiánya? Hát az állatvédő szervezetekkel történt konzultáció alapján felmerült nem egy esetben, hogy örömmel üdvözölnék, hogyha ezen a gyepmesteri vagy gyeprendészeti terepen lenne úgynevezett betegszoba. Aminek a meglétével vita nincs, tehát megint csak anyagi eszköz, forrás kérdése, mert valóban előfordulnak beteg állatok, és esetleg igényelni azt, hogy egy speciálisabb elhelyezés, mint a jelenlegi ketrecek, hát amennyi van, lesz rá mód. Természetesen az állatnak a kezelése nem hatósági feladat, ezt egy arra engedélye rendelkező magánállattal is elvégezheti, akivel viszont a KFT-nek megint csak szerződést kell kötnie, tehát ez megint csak egy anyagi forrás kérdése. Az előbb említése került a vízműkorszerűsítése. Hát igazából egy vezetékes ivóvíz minőségű vízzel kellene ellátni, aminek hatalmas akadály az, hogy a közel-távolban a teleptől nincs vezetékes ivóvíz. A legközelebbi csatlakozási pont, az a makolyak biztos tudják, volt hagymakutató, ami kb. 2 kilométer távolságra található a teleptől. Közben van egy vasútvonal, közben van egy autópálya, egy elkerülő út, tehát ennek a megoldása szinte lehetetlen, tehát valószínűleg megharadná a jelenlegi eddig beruházott összeget. Tehát ez egyre csak hívó álom. A jelenlegi víz, egyébként végeztek vízvizsgálatokat, az eredmény bakteriálisan nem fertőzött a víz, magas a vas és a mangán tartalma. A víz arra alkalmas, hogy a tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat ellássák a telepen, kézmosásra is alkalmas, de sajnos jelenleg ilyen vizet tudunk biztosítani. Vas mangántartalom csökkenni fog, de nem éri el ezt a szintet, hogy ivóvíz minőségűvel lehessen minősíteni. Egy kút megforrása pedig szintén milliós nagyságrendű, több milliós nagyságrendű, tehát kívánalmakat felvethetjük, az anyagi fedezetet kell csak megtalálni hozzá. Uraim, hát nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és örülök, hogy ilyen témáról tudtunk beszélgetni. A nézőktől pedig most azzal búcsúzom, hogy bár akkor feladat az mindig van, de próbáljunk megörülni annak, hogy most 2013 év végére a makói gyepmesteri telep a korábbi állapotokhoz képest klasszisokkal magasabb színvonalú szolgáltatást fog nyújtani, mind a szegény elkóborolt kutyáknak jó ez, és a gazdáknak is, de azért ne felejtsék el, hogyha valakinek van kutyája, akkor az felelős érte, és vigyázzon rá. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!